A hisztis királylány. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malactúr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, nekiállt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is, ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is, használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánttal lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.